Klaus Csaba vagyok, a VIA elektromos jaktok operatív igazgatója. 2005-ben kezdtünk el kesztelési célú elektromos hajókat gyártani a Balatonra. 2005-ben, amikor kezdtünk, akkor nem létezett ez az iparág, hogy elektromos hajó. Ezért mindent ki kellett próbálnunk, motort, főkapcsolót, mindenféle alkatrészt, hogy létrejöjjenek az első hajók. Az első 10 év az ez egy nagy útkeresés volt számunkra, így jutottunk el többek között a vagóhoz is. Olyan eszközöket kerestünk a hajónk megépítéséhez, amik szélsőséges időjárási körülmények között, hőmérséklet, magas páratartalom, időnként vizes környezetben is hosszú távon biztonságosan megállják a helyüket, hiszen egy olyan terméket gyártottunk az ügyfeleinknek, akik hobbi felhasználók, semmiféle műszaki érzékkel nem rendelkeznek, és ezért a biztonság az a legfontosabb szempont volt számunkra. Az első vagóval szerelt hajóinkat 10 éve adtuk át, melyek azóta is problémamentesen működnek. A vagóval mi szerelőlapokat rakunk össze, ami gyakorlatilag a hajóknak a gyomrába van. Az összes elektromos fogyasztó odaérkezik be, és onnan egy biztonságos kötéssel megy az energia tárolás felé. Nagyon-nagyon kicsi energiával is jó utazó sebességet tudunk elérni. Tehát egy 40 lábas hajónál gyakorlatilag egy két hajszárító energiájával utazó sebességet tudunk elérni, ami még a megnövekedett energiaárak mellett is egy élhető, fenntartható jövőképet hoz magával.